Halló, halló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkotassatok saját véleményeket, ne feledjétek. A lényeget jót kell venni, pirosba, nem a zöldet, magasba. Na nézzük is a 20. heti zárást, azt mondja, hogy Bitcoin 29.300 környékén, kérdezz felelek, az is 13 perc múlva, úgyhogy pörögnöm kell. Azt mondja, hogy kezdjük az elején, igen, nagy változások nem voltak, ami hát a kadéna az kitűnik. Azt mondja, hogy 20. heti zárás, Bitcoin 29.300-on, 29.000 volt múlt héten, 28.900 a 29.000, úgyhogy 1%-at erősödött a Bitcoin múlt héthez képest. Az altok ők nullán ugyanott vannak, ahol eddig voltak, 0,455 volt, most meg 0,45 van, egy bitcoinos altcoin portfólió, amit január 8-án raktam össze. Illetve az altokban 13.300 dollár volt múlt héten, most 13.200, tehát úgyhogy az per kb. Ugyanott van az egész 0%. Viszont a kadéna, hát így arányokban 70% mínuszban van a január 8-ához képest, illetve a 16 dolláros referencia vásárlás az mínusz 85%-ban, de ennek ellenére a múlt héthez képest a kadéna már 18%-ot visszanőtt. Oké, és akkor erősödni senki nem erősödött, viszont akik gyengültek, hát a DeFi szektor, a Curve az legyengült 3%-osról 2%-osra a portfólióban, a Runa pedig 1%-osról 0,5%-osra. Úgyhogy végig is ezek voltak a lényeges momentumok. Azt mondja, hogy nézzük gyorsan végig, hol mi van. Bitcoinunk így néz ki, kadéna most mínusz 1%-ba itt van. Jaj, a bitcoin csak úgy érdekességének, majd mutatom piaci áttekintésnél, és itt az órás meg a perces, mert berajzoltam, van ott egy kis vonal, mintha ezen menetelne felfelé ezen a trendvonalon. Jó, meddig tart az? Ó, 20, ja, 22, holnap estig, hát holnap estig vissza kéne jönni 30 felé, vagy leszakadnia alá, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. A hagyományos tőzs, de az egész józár csak úgy érdekességkép, visszaugrált minden. Amekkora szakadás volt tegnap, annyira vissza is jöttek. Nasdaq is, S&P is, Dow Jones is, nagy kanócok alul mindenhol. Pattantak megint egyet ezen a piros vonalon, amiben van neki húzva már november, vagy nem, januártól tart az a piros medve trend. Jó, azt mondja, hogy na de altcoin portfólió átnézés van, úgyhogy haladjunk tovább. Ethereumban van 14%, Solanába, illetve NEAR protokollba. Ja, várjunk már az Avalanche-ot, nem értem az Avalanche-ot. Azt mondja, hogy na hát még, jaj, mert utána izé hoztam újakat. 7%-osra esett az AVAX. Hát ehhez szerintem arra már nem szoktam nyilat tenni, igen. Így, jó, és akkor még egyszer fel meg valami kezdőkép legyen erről, na gyerünk, mert tűnjön el a pötty, jó, haha, és akkor igen, jó, legyen így valahogy, oké, vissza, és igen, Solanában írve 7-7%, az Avalanche 7%-os, 6%-osra leesett, a Matic 5%-ot tartja, Fluxa 4%-ot, Atoma 3%-ot, mert majdnem átment 4%-ba, már kezd közelebb lenni hozzá. És akkor 2% van a Binance Coinban, az ADA-ban, a Polkadotban, az FTX tokenben, az ApeCoinban, a Mana-ban, a Sandboxban, a Sandbox is majdnem már átment 3%-osba, a Tezosban, az Axie-ban, szintén 2% Phantomban, Engine-ben, Galában, Van-ban, Curve-ben, Arwave-ben, illetve Illuvium-ban, és akkor 1% van VeChain-ben, Elrondban, Heliumban, Wavesben, jól beszakadt ez is vissza, júj, már 5 dollár, azt az eget, Renderben, Fetch AI-ban, Kotiban és Certicben. Azt mondja, hogy 0,5% van itt a végére a keltető Dogecoinban, Shibában, Chainlinkben, Algorandban, Runában, GMT-be, Lépőben, Nexo-ba, Stacks-be, Convex-be, Kávába, Kyber Network-be, Serum-ba, Secret-be, Anker-be, Audio-ba, IOTX-be, Rose-ba, Syscoin-ba és Power Ledger-be. Itt vannak a zsivány lunák, meg ez az amaz, és akkor jó, hát itt tovább, itt vannak ugyebár a centralizált tőzsdék, a decentralizált tőzsdék, figyelős játékipari szektor, metaplatformok, NFT-k, játékok, konkrét játékok, játék adja SLP-t az Axi, figyelős média szektor, figyelős polkadot ökoszisztéma, figyelős vegyes érdeklődési sorrendben.
Hú, mennyien vannak itt is. És akkor a végére nem ajánlós, lelassultak, ezeket nagyon nem ajánlom senkinek. Szajakoin, és itt az alja még a maradék. Jó, azt mondja, hogy zárom és gyorsan felpattintom a videót, aztán jövök a kérdez felelekkel, és akkor utána meg csak egy fél órás lesz megint a kérdez felelek, mert ezen dolgom van, utána húzok tovább. Úgyhogy egyelőre ennyi, sziasztok!